Ahogy közeledik az évvége, és kezdünk visszatekinteni erre a különleges esztendőre, a reformáció 500. évére gondolok, azt látom, hogy több az, amit kaptunk, mint amit mi tudtunk adni szolgálatainkon keresztül. Igaz ez a szellemi kincsekre, és igaz a kézzelfogható adományokra is. A Református Missziói Központ 10 esztendős, ezért a számvetés még messzebbre nyúlik vissza, mint 2017. január 1-je. Társadalmi missziók fenntartására a Református Egyház gondot visel. Azt jelenti ez, hogy a szükséges létszámban szolgálatokat ellátó misszióvezetők és munkatársak szükségeiről, a szolgálat végzéséhez szükséges eszközökről egyházunk, zsinatunk elnöksége gondoskodik. A társadalmi missziók azonban többnyire olyan területeken mozognak, ahová nem érhet el a szociális háló. A legodaadóbb gondoskodás sem tud bevonni minden szükségben szenvedőt, mi sem. Amit mi adhatunk, olyan kincs, amivel magunk sem rendelkezünk, hanem Isten ígérete szerint megkapjuk újra és újra azért, hogy továbbadjuk. Isten nem adja akkor, ha nincs a szívünkben a továbbadásra való készség. Mindezt azért mondtam el, mert áttekintve a 10 év alatt missziói célokra adakozó magánszemélyek adományait, hiszem, hogy ők is ugyanebből az indítatásból támogatták a különböző szolgálatokat. Kapták, és úgy érezték, hogy tovább kell adniuk. Köszönöm, hogy a látóterükbe kerültek a társadalmi missziók. Megköszönöm mindazok adományait, akik nevük feltüntetésen nélkül támogattak különböző missziói területeket. Akiknek eddig még nem volt módom elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk adományaikért. Köszönöm azok adományait, akiknek tudjuk a nevét, akikért név szerint is hálát adhatunk, hogy adják magukat erre a támogatásra. És végül, hogy mit is tehetünk az adományokkal? Olyan missziós programokat támogathatunk, amit a költségvetési keretből nem tudnánk megvalósítani. Csendes hétre vihetünk vakokat, táboroztathatunk fogvatartotti családokat, siket gyermekeket, és szervezhetünk közös kirándulást a megváltozott munkaképességű munkatársainkkal. Vásárolhatunk speciális eszközöket, mint például a pontírógép, vagy éppen egy kerekesszék. Egy szóval mindaz, amire Isten szerint szükségünk van, arra érkezik adomány. Köszönöm, hogy az adakozók maguk is tanítanak bennünket arra, hogy figyeljünk, mit kell jobban előtérbe helyezni, mert oda küldik adományaikat. Az év végére elkészülő új honlapunkon szeretnénk végre sok mindent megmutatni a társadalmi missziók szolgálatából. Kérem, látogassanak majd el az oldalunkra, és ha tehetik, jöjjenek is el ide hozzánk személyesen. Szeretettel látjuk Önöket, hogy személyes tapasztalat legyen az Önök számára a hálás szív, a megajándékozottak öröme. Pál apostol azt írja, hogy ismeri az adakozók készségét, buzgóságát. Hálás vagyok, hogy én is ismerhetem sokakét. Bízom abban, hogy eljut ez a köszönet mindazokhoz, akiket illet, és buzdít sokakat arra, hogy átéljék Isten szeretetét, mert a jókedvű adakozót szereti Isten.